Szia Geri, elindultunk az új szezonban, te is egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogy sikerült a felkészülésed. Ugye kapusedzőnk Cserjánszki Norbert elmondta, hogy nagyon tudatosan építetted föl te ezt az időszakot. Mesélj kicsit a részletekről. Szükségem volt egy ilyen felkészülésre, ez egy picit hosszabb volt, mint amiket előtte csináltam. Volt egy térsérülésem, odaig mennék vissza, volt egy térsérülésem tavaly ősz végén, és abban tavasszal nem éreztem úgy, hogy nagyon kibírtam volna lépni, amit tudjátok, hogy megcsináltam a Rahabot, utána a Bogdár Györgytől egyből bizalmat kaptam, és egyből tavasszal sok meccset játszottam, és volt egy kis súlyfeleslegem is, a műtő után nem bírtam leadni, az végig is jött a tavasszal, tehát én nagyon vártam azt, hogy egy ilyen hosszabb felkészülés végigcsinálva készen állok a rajtra, szerintem erre gondolta Cserjánszki Norbi. És úgy érzem, hogy ez sikerült is, tehát jól ápolba éreztem magam minden egyes héten a felkészülés alatt. Mindig éreztem, hogy amit elterveztem arra a hétre, azt megbírtam csinálni, és elértem azt a célt, amit szerettem volna. Az első fordulóban most így jól ki is jött, de a jó felkészülésnek az a lényeg, hogy egész szezonban kitartson, és bízom benne, hogy ez meg lesz. Hogy mennyire kijött az első fordulóban, azt is mutatja, hogy sokan dicsérték a nagy bravúrjaidat, mert voltak nagy bravúrok. Te hogy élted meg ezt a mérkőzést a Fehérvár ellen? Ezt a mérkőzést én is jól éltem meg, de megmondom őszintén, hogy hosszabb távon nem erre gondolok, tehát folyamatban gondolkodok, és pont ez volt a lényeg a felkészülésnek, hogy az egész, legalább ugye fél szezonra még nincsen előbb szünet, kitartson. Igen, én is örülök, hogy nem kaptunk gólt, és hogy jobban ment a védés, de most jön a vasas pénteken, gyakorlatilag három edzésünk van, és egyből megyünk a következő fordulóba. Úgyhogy ez a Fehérvári meccs, ez jó volt, ezt szerintem most ma le is fogjuk zárni, és csak a vasasra koncentrálunk. Egykori csapatodhoz látogatunk, extra motivált vagy hogy kezd ilyenkor elképzelni? Hát ez nekem érdekes lesz, egyébként én is gondolkoztam rajta, ott voltam három évet a Vasasnál, ott is voltak jobb és rosszabb eredmények, ott is kupadöntőt játszottunk, Európa Ligában is szerepeltünk. Furcsa ez nekem, ráadásul én az új stadion, a régi stadionban játszottam az utolsó meccsen, utána mi átköltöztünk a Szusza Ferenc stadionba, ez is egy nagyon érdekes mérkőzés lesz nekem, de hát nyernünk kell. És az egész szezont vizsgálva, mik a céljaid? Megtartanád gondolom nyilván ezt az első szerepet, az első kapus pozíciót. Hogy kell elképzelni, mit szeretném még elérni? Minél több gondolom, minél több nullára lehozott mérkőzés? Igen, kitűztem magam elé, hogy a kapott gólok azon legyenek kevesebbek, illetve elsősorban szeretnék én játszani minden meccsen, ahhoz jól kell teljesíteni, ugyanis Waldner Robert azonnak cserélni fog, hogyha nem teljesítek úgy a kapuban, és minden posztra. Ez így igaz, azt gondolom. Tehát szeretnék minél több meccsen védeni, illetve tényleg szeretném a kapott gólokat leredukálni, ugyanis tavaly sokakban kifolyólag azért többet kaptunk, többet voltak a kapunk előtt, de én is jobban kellett volna, hogy védjek, és több labda kellett volna, hogy adjon bennem. Ezen szeretnék ide javítani.